Dr. László Imre polgármester bejelentette, a drasztikus energiaáremelkedésre emelkedésre tekintettel az önkormányzat 20 millió forinttal támogatja a kerületben működő 127 alapellátásban dolgozó szolgáltatót, köztük házi orvosokat, gyermekházi orvosokat és fogorvosokat. Az összeg a tavalyi számláikhoz viszonyított többletköltség 30%-ának átvállalását jelenti. A házi orvosi praxisok fenntartása állami feladat, ezért a mulasztást új Buda jelezni fogja a belügyminisztérium felé, és kérni fogja a finanszírozás rendezését. Az állam nem teljesíti a feladatát. A működésnek a feltételeit, a finanszírozást, azt az államnak kell biztosítani, hiszen a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő minden alkalommal gyakorlatilag biztosítja azt az összeget, amiből egy praxis működtethető. Gyakorlatilag az energiaáraknak a drasztikus emelkedése miatt itt megbomlott egy rend, és sajnálatos módon az állam részéről a kompenzáció nem történt meg az alapellátás irányába. Mi nekünk gyakorlatilag az a feladatunk, és annak kell eleget tenni, hogy működőképes állapotba adjuk át azt a helységet, ahol az ellátás történik, és működőképes állapotba tartsuk. A rezsiköltség és az összes kiadás, ami a működtetéssel összefügg, ez állami feladat. Na most nem nézhetjük tétlenül azt, hogy az alapellátásba dolgozók egy lehetetlen helyzetbe kerülnek azáltal, hogy az a számla, amit havonta készhez kapnak, az a kifizethetetlenség határán is túl van. Így ennek megfelelően még ezelőtt jó bő hónappal úgy szavazta meg az önkormányzat vezetése, hogy 20 millió forinttal segítjük a házi orvosokat azért, hogy ez a képtelen helyzet legalábbis, amíg még az állam részéről nem kerül rendezésre, megoldható legyen.